Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Haderőfejlesztés több ezer milliárd forintból. A Zrínyi 2026 programról beszélt a honvédelmi miniszter Szekszárdon. Vállalkozói workshop Bonyhádon. Gyakornoki programmal segítenék a kisebb cégeket. Nyárra elkészül. Bátaszék egyik legforgalmasabb utcáját újítja fel. Vadak és emberek. Egyre közelebb merészkednek a vaddisznók és az űzek. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Teljesen elavult a Magyar Honvédség fegyverzete a 2000-es évek közepére. Két évvel ezelőtt jelentették be, hogy Zrínyi 2026 néven 10 éves program indul a honvédség fejlesztésére, annak érdekében, hogy újra működőképessé váljon, reagálva a világban és technológiában végbe menő változásokra, veszélyekre. A program keretében új fegyvereket, járműveket szereznek be, bővítik a katonaság létszámát, újraindítják a magyar fegyvergyártást, és új elemekkel egészítik ki a katonai életpálya modellt. 2026-ig több ezer milliárd forintot szánnak erre, jelentette be Benkő Tibor, honvédelmi miniszter Szekszárdon. A Zrínyi 2026 program elsődleges célja a korszerű eszközökkel felszerelt, a kor biztonsági kihívásaira megfelelő válaszokat adó honvédség létrehozása. Kisfilmmel kezdődött Benkő Tibor honvédelmi miniszter előadása Szekszárdon. Benkő Tibor azt mondta, többek között a migráció és a kiberfenyegetések jelentik jelenleg a legfőbb biztonsági kockázatot, ahhoz, hogy a magyar katonaság erre képes legyen reagálni, és fent tudja tartani a békét, működő képessé kell válnia, ezért indították el két évvel ezelőtt ezt a programot. Új kihívások is megjelentek, mint például a kibertérben folyó műveletek, tehát itt a kiberképesség megteremtése, az ellene való küzdelem, és mindaz a technikai eszköz, amely Magyarország védelmét, biztonságát szolgálja. Ebben benne vannak a repülőgépek, ebben benne vannak a légvédelmi rakétarendszerek, a radarrendszerek, a gépjárművek. A program keretében nem csak új eszközöket szereznek be, hanem bővítik a katonaság létszámát is. Az a céljuk, hogy békeidőben 30 ezer hivatásos katona és 20 ezer önkéntes katona szolgáljon. Ezzel párhuzamosan újraindítják a hazai fegyvergyártást is, amivel az ország gazdasági fejlődését is elősegítik. Például a repülőgépeket is megvásároltuk, és a helikoptereket. Az Airbus ennek tükrében telepít tulajdonképpen gyáregységet Magyarországra, ahol majd magyar emberek fognak dolgozni, tehát a foglalkoztatás politikát is elősegítjük ezzel. A program fontos része továbbá a katonai életpálya modell, amely nem csak a kadétok képzését és illetményrendszerét foglalja magában, hanem lakhatási támogatásukat és egészségbiztosításukat is. A 10 éves programra az állam több ezer milliárd forintot kíván fordítani, elsősorban hazai forrásból. Hogy pontosan mennyit, azt egyelőre nem tudni. A honvédelmi miniszter úgy fogalmazott, ez a megvásárolt rakétarendszerek, repülőgépek típusától is függ. Közzétette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján azoknak a civil szervezeteknek, valamint egyházaknak az adó, illetve technikai számát, ahová érkezhetnek a személyi jövedelemadó 1+1%-ai. A felajánlásokról minden adózó évente szabadon dönthet, ugyanakkor fontos, hogy amíg az egyiket valamelyik civil szervezetnek, addig a másikat valamelyik vallási felekezetnek adhatják le egészen május 20-áig. A személyi jövedelemadó 1+1%-áról rendelkezni a legegyszerűbben az adóhatóságokat, ügyfélkapuval elérhető internetes kitöltő programjával lehet, de benyújtható akár bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is a 18.1 szalapon keresztül. Gyakornoki programmal segítenék a vállalkozókat, hangzott el azon a kerekasztal beszélgetésen, amit Bonyhádon tartottak. A Tolna megyei foglalkoztatási paktum projekt keretében a munkahelyek és a vállalkozások fejlesztéséről beszélgettek a résztvevő szakemberek és vállalkozók. Ez a pályázat sikeres volt, eredményes, így létrejött a Tolna megyei foglalkoztatási paktum projekt.
Többek között a Tolna megyei foglalkoztatási paktum projekt sikeréről is szólt a vállalkozói kerekasztal beszélgetés Bonyhádon. A kerekasztalban résztvevő vállalkozók és szakemberek a szakképzésben való változásokról folytattak beszélgetéseket. Dömötör Csaba, a Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellárja kiemelte, azért fontos a vállalkozókkal való kapcsolattartás, mert ez segítheti a szakképzés helyzetét. Jelentős változás, hogy a kancellárok feladatkörébe tartozik a vállalati kapcsolattartás, és ennek egyik fóruma lehet mindig a vállalkozókkal való kapcsolattartás, ami nekünk a duális képzés szempontjából nagyon fontos. A szakemberek másik témája a kis- és középvállalkozások fejlesztése volt. A vállalkozásokat gyakornoki, valamint foglalkoztatást ösztönző pályázatokkal is segítenék, mondta Hornok Jenő, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozás fejlesztési osztályvezetője. Három pályázati lehetőségről fogok említést tenni a vállalkozásoknak. Gyakornoki pályázatról, illetve foglalkoztatást ösztönző pályázatokról, ahol munkahelyenként 2 millió, illetve 2 millió 400 ezer forint visszanemtérítendő támogatás is igényelhető. A Tolna megyei foglalkoztatási paktum projekt a terület és településfejlesztési operatív program keretében valósul meg. A paktum elsődleges céljai közé tartozik a foglalkoztathatóság és a foglalkozás növelése. Ezen célok megvalósítására Tolna megye 1 milliárd 255 millió forint támogatásban részesült a magyar kormánytól. Etikus ingatlanos tanúsító védjegyet kaphatnak a jövőben az ingatlan közvetítők egy új kezdeményezés révén, tudta meg a Magyar Nemzet. A napilap értesülései szerint a tanúsító védjegy használatát olyan ingatlanosok kérhetik, akik rendelkeznek a megfelelő OK-s képesítéssel, szerepelnek az ingatlan közvetítői névjegyzékben, és vállalják, hogy folyamatosan továbbképzik magukat. A védjegy bevezetésére a sémlés ingatlan közvetítők miatt volt szükség. A szakmai szervezetek így kívánják a közvetítői piacot átláthatóbbá és megbízhatóbbá tenni. A Garai utca a Bátaszék egyik legforgalmasabb utcája. A temető környékén tavaly parkolókat alakítottak ki, és elkészült a vízelvezetési rendszer. A munkaterület átadással elkezdődött a rekonstrukció újabb szakasza, mely várhatóan a nyáron be is fejeződik. Ma még töredezett kátyús úton lehet csak megközelíteni a bátaszéki temetőt. Igaz, a tavalyi év fejlesztéséből 9 új parkoló épült, és a belső vízelvezetést és úthálózatot is felújították. Az ide vezető Garai utca állapotán nem tudott javítani a település vezetése. Az idei évi költségvetés azonban úgy készült, hogy az útszakaszra mindenféleképpen jusson forrás. Elkezdődött a munkálatok utolsó felmérő szakasza. Az útburkolat felújításán, illetve kiemelt szegély készítésén túl még az adott szakaszon meg fog épülni még az új járda is. Itt térburkolat készül, illetve a csapadék csatornába kerülnek bekötésre a házakból kijövő csapadék csatornák, illetve a tetőnek a lefolyó eres csatornái. A mostani munkálatok a felújítás műszakilag nehezebb része, mondta Bozsolik Robert polgármester. Ennek a beruházásnak a keretében a város egy nagyon-nagyon régi adósságát teljesíti, mind a Garai utcai lakók irányában, mind pedig a város többi polgára irányában, hiszen a temető megközelíthetősége, a temető körüli parkolás fog megoldódni reményeink szerint június végére. Miután a Garai utca keskeny, a munkák idejére teljes útzárlatot kell majd elrendelni, de csak így biztosítható, hogy balesetmentesen végezhessék a feladatokat. Nehéz helyzetben vannak a fiatalok lakhatás terén, derül ki egy hazai hitelintézet felméréséből. Ugyan ma Magyarországon minden negyedik 19 és 29 év közötti egyedül él, csak 12%-uk tervez saját lakásvásárlást az elkövetkezendő 3 évben. Az ingatlanra az anyagiakat a legtöbben hitelből teremtenék elő, és csak kicsivel több, mint a negyedük válaszolt úgy, hogy ezt saját zsebből tudná finanszírozni. A fiatalok 71%-a azonban csak kisebb-nagyobb hitel segítségével tudja majd finanszírozni a lakásvásárlást, 54%-uk pedig a lakás árának legalább felét fedezni hitelből. Egyre közelebb merészkednek a vadállatok az emberek lakta területekhez. A jelenség nem újszerű, az okozza, hogy az emberi tevékenység nagyobb területet foglal el. Vannak, akik élvezik a helyzetet, mert kiváló fotókat és videókat tudnak készíteni. A vadak viszont rengeteg mezőgazdasági kárt okoznak.
Jó ízűen lakomáznak a vaddisznók ezen a felvételen. Az éjszakai videót egy szekszárdi fotós készítette a város határában vadkamerával. A disznók alig néhány méternél merészkedtek a szőlőhegyi városrész emberek által sűrűn lakott részétől. Hát lényegében borsz kivételével minden jött, tehát jött róka, nyúl, vaddisznó, szarvas, minden van a felvételen. És egy ilyen egy kilométeres kis erdősávról beszélünk. Az ember közelségét megszokó vadaknak sokszor még a fémből készült kerítések sem jelentenek akadályt. A vadászkamara megyei titkára azt mondja, valójában nem a vadak merészkednek be az emberek közé, hanem éppen fordítva, az emberi tevékenység miatt csökken folyamatosan az állatok természetes élőhelye. Király István azt mondja, ha egy állatmezőgazdasági kárt okoz, szigorú feltételekkel ejthető el. A megoldás az, hogy a rendőrhatóság engedélye alapján szabályozott és ellenőrzött körülmények között, hiszen azért mégis emberi környezetben történik a tevékenység, van lehetőség a lakott területen kárt okozó vad elejtésére vagy elfogására. A vadállatok egyébként országosan évente mintegy 2 milliárd forint mezőgazdasági kárt okoznak. Ebből Tolna megyére több mint 200 millió forint jut. A Tolna megyei levéltárban folyó kutatások 40%-a családfa kutatás. Ez azt jelenti, hogy évi 3-400 kutatás zajlik abból a célból, hogy egy család múltját felgöngyölítsék. Míg a családfa régen a hatalom és a vagyongyakorlás egyik eszköze volt, ma a kutatók motivációját az őseik ismerete és a származás meghatározása jelenti. A levéltár új kezdeményezése segítséget ad mindazoknak, akik többet szeretnének tudni származásukról, eredetükről. Otthon a számítógép mellett is viszonylag messzire vissza lehet menni. Én azt mondanám, hogy a 19. század elejéig mindenképpen, de az is elképzelhető, hogy akár még a 18. században is tud kutakodni az ember. Magyarországon több mint 30 ezer ember szenved Parkinson kórban. A betegség egyelőre gyógyíthatatlan, azonban a megfelelő szakorvosi ellátással és terápiás kezelésekkel könnyebben együtt lehet vele élni, hívta fel a figyelmet a Pécsi Parkinson Betegek Egyesületének elnöke Báta Székán. A Parkinson kór jelenleg gyógyíthatatlan. Remegő kezekkel, kissé görnyedt testtartással beszélt betegségéről Péterné Sárvári Erzsébet, a Pécsi Parkinson Betegek Egyesületének elnöke Báta Széken. Többek között ez és az akaratlagos mozgások lassulása a legjellemzőbb tünetei a Parkinson kórnak. A kór jelenleg gyógyíthatatlan betegség, azonban Péterné Sárvári Erzsébet azt mondja, megfelelő testmozgással sokat segíthetnek magukon a betegek. Az egyetlen ellenszer, amit beteg megtehető magáért, a mozgás, úgy testileg, mint szellemileg mozgásban kell maradni. Erre vannak különböző terápiák. Az orvosi terápiák körébe tartozik a gyógyszerezés és a műtét. Ezzel mi most nem kívánunk itt foglalkozni az előadás során. Báta Széken tartott előadásának címe Parkinsonnal élni volt. Arra hívta fel hallgatósága figyelmét, hogy mikre kell felkészülni azoknak a betegeknek, akik időben észreveszik magukon a tüneteket és orvoshoz fordulnak velük. Azonban a Parkinson korban szenvedő embereknek van kiút a betegségből, ha megtalálják a mindennapok pozitív oldalát. Meg kell találni azokat a forrásokat magunkban, amitől pozitívan tudunk erre tekinteni, illetve meg kell találni azokat a lehetőségeket, kiki állapota és habitusa szerint, ami úgymond örömet szerez, ami sikerélményt ad. Nekem most az egyik ilyen dolog ez az előadás sorozat. A Parkinson kort a dopamin termelődésének csökkenése okozza az emberi agyban. Magyarországon csaknem 30 ezer Parkinson korban szenvedő beteg él. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Bűnszervezetet számoltak fel a NAV nyomozói, 11 milliárd kárt okoztak. Lakossági fórum. Az agrárminiszter szerint elfogadhatatlan az európai vidékfejlesztési támogatások csökkentése. Pécs az egyik fő helyszín. Kutatási és innovációs park épülhet a városban. Több mint 11 milliárd forintot csalt el az a bűnszervezet, aminek 75 tagja ellen javasolt vádemelést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az országos hálózatot kiépítő kör színlelt reklámtevékenységével, fiktív számlázási láncolat működtetésével különösen jelentős vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek. Ezek a felvételek a rajtaütés pillanataiban készültek, amikor a NAV pénzügyi nyomozói elfogták egy bűnszervezet vezetőit.
Az általuk irányított cégháló hirdetési szolgáltatásokat kínált, azonban valós reklámtevékenységet sohasem végzett. A bűnszervezet 2012 és 2016 között működött, mielőtt a NAV lecsapott rájuk. A Dél-Dunántúli bűnügyi igazgatóság által szervezett háromnapos akcióban összesen 227 helyszínen országosan 270 munkatársukkal vettek részt. A kényszerintézkedések során a bűnszervezet tagjai közül 9 fő került őrizetbevételre, gyanúsítotti kihallgatásuk mellett, és további 12 személy került még az akció napján gyanúsítottként kihallgatásra a tettesi cégek képviselői közül. A bűnszervezet két irányítóját a NAV speciális bevetési egysége fogta el. A csalók egy több lépcsős rendszert hoztak létre, amelyben a cégek egymásra épültek. Az elméletileg a reklámtevékenységet nyújtó cégek alatt autókat versenyeztető társaságok álltak. Ez volt ugyanis az a fedő tevékenység, melyre a reklámokat gyártották a papírok szerint. A versenyeztető alá kerültek beillesztésre a bukott cégek, évente egy esetlenként két társaság. Ezek semmilyen valós tevékenységet nem végeztek, alkalmazottaik nem voltak, eszközállománnyal nem rendelkeztek. Ezek a gazdasági társaságok szolgálták tulajdonképpen azt a célt, hogy a központi cég által bevételezett évi közel 3 milliárd forintot papíron el tudják írni. A megalapozott gyanú szerint a 75 gyanúsított több mint 200 önálló bűncselekményt követett el. A sikkasztás bűncselekmény vonatkozásában 8,7 milliárd, költségvetési csalás vonatkozásában pedig több mint 2,5 milliárd forint az okozott kár. A NAV a napokban küldi meg a nyomozás iratait, amely több mint 42 ezer oldalnyi dokumentum a Baranya megyei főügyészség részére. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszervezetben üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás, sikkasztás, számvitelrendjének megsértése és hamis magánokirat felhasználása büntettek elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A bűnszervezet vezetői figyelemmel a minősítő körülményekre akár 20 évnél is súlyosabb büntetést kaphatnak az elkövetett cselekményekért. Az európai parlamenti választás legnagyobb tétje, hogy olyan képviselőket választanak-e, akik a magyarok érdekeit képviselik Brüsszelben, vagy olyanokat, akik Brüsszel érdekeit akarják érvényesíteni hazánkban, jelentette ki Nagy István. A Tabon tartott lakossági fórumon az agrárminiszter kiemelte, a magyar kormány számára elfogadhatatlan az Európai Bizottság javaslata, amely a földalapú támogatásokat 15, a vidékfejlesztési forrásokat pedig 25%-kal csökkenteni. A kormány három lépcsős intézkedés sorozatról döntött még tavasszal a nagyaszály miatt, amely több ezer gazda megélhetését veszélyeztette. Erről is beszélt Tabon Nagy István agrárminiszter. Kiterjesztettük az öntözési idényt áprilisról márciusra és szeptember októberre. Majd elrendeltük a tartósan vízhiányos időszakot már április 1-től, ami azért segítség a gazdáknak, mert így ingyenesen jutnak vízhez, nem kell fizetni érte. A harmadik intézkedéscsomag pedig az történt, hogy azok, akik nem rendelkeznek vízjogi létesítési engedéllyel, azok engedély nélkül is azonnal öntözhessenek egy hónapon keresztül 100 hektáros területen, mint egy 120 mm vízmennyiséggel. A magyar kormány számára éppen ezért elfogadhatatlan az Európai Bizottság javaslata, amely a földalapú támogatásokat 15, a vidékfejlesztési forrásokat 25%-kal csökkenteni, hangsúlyozta a miniszter a Tabon tartott lakossági fórumon. Nagy István kiemelte, minden eddiginél fontosabb az európai parlamenti választás. Mindaz, ami május 26-án történik, hogy olyan képviselőket küldünk ki, és választunk Magyarországon, akik Brüsszelben a magyar érdeket képviselik, vagy esetleg olyat, aki majd brüsszeli érdeket akar itthon érvényesíteni. A gazdáknál különösen is nagy tétje van, hiszen az, hogy az Európai Uniós források a közös agrárpolitikában milyen szinten érkeznek, milyen előírások mentén érkeznek ide, és milyen szinten érkeznek ide, az termelés versenyképességének érdekében nagyon-nagyon fontos. Siófok térségében eddig mintegy 15 ezer ember írta alá Orbán Viktor bevándorlás ellenes 7 pontját. Játékokkal, interaktív bemutatókkal és tanácsadással is várták az érdeklődőket a 6. Európa napon Kaposváron. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara évről évre azzal a céllal rendezi meg az egésznapos programot, hogy az Európai Unió tagállamait közelebbről is megismerhessék a gyerekek és a felnőttek. Májlország.
A Kompassz Egyesület évről évre részt vesz a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén. Idén olasz, spanyol és török önkéntesek is kivették a részüket a munkából. Tudunk ajánlani hosszú és rövid távú programokat is. Mi úgy látjuk, hogy 7-10 napos programok alatt is nagyon sokat fejlődhet az egyén, és nagyon minél több információt megtudhat a másik országról, más kultúrákról. Milyen legyen Európa jövője? Hogyan járul hozzá az Unió Magyarország megújulásához? Ezekkel a kérdésekkel is foglalkozik az ország 19 városában, köztük Kaposváron is az Európa Nap rendezvény sorozata. A Somogyi megyeszékhelyen immár 6. alkalommal csatlakozott a SKIK a programhoz, ahol játékokkal, interaktív bemutatókkal várták az érdeklődőket. Hogy egyáltalán fogalmuk legyen arról, hogy mi az, hogy Európai Unió. Kezdetben talán mi voltunk az elsők, akik úgy hirdettük azt, hogy egyáltalán létezik. Ugye most azért aktuális, mert 15 évvel ezelőtt csatlakozott Magyarország 10 másik országgal együtt az Európai Unióhoz. Utána ugye Bulgária és Románia még 3 év múlva. És hát sok történés van az Unióban, nagyon sokféle hír van. Mi igyekszünk azzal a részével foglalkozni, nem a politikai részével, hanem inkább azzal, ami a gazdaságot illeti. Az ingyenes gyermek és családi programok mellett a rendezvényen a Europe Direct irodák munkatársai tájékoztatást adnak az EU-val kapcsolatos más témákban is, legyen szó oktatásról, munkavállalásról, utazásról vagy az unió céljairól. Milyen lehetőséget jelentene Pécsnek, ha megépülne a kutatási és innovációs park? Ez a kérdés is felmerült azon az eseményen, ahol a kutatás hasznosításról tartottak előadásokat az egyetem lehetséges üzleti partnereinek. A szerdai találkozón kiemelték, a kutatásfejlesztés és az ipari hasznosítás erősítése nemzetgazdasági jelentőségű. A Dél-Dunántúlon pedig létkérdés, hogy ilyen gazdaságfejlesztési beruházás valósuljon meg. Gazdasági haszon a kutatási eredményekből. Ezt a folyamatot szeretné erősíteni a kormányzat. Ezért hoznak létre tudományos és innovációs parkokat hazánk több városában. 7 városban jönnének létre ilyen tudományos innovációs parkok. Mindegyiknek az a feladata, hogy a környékbeli gazdaság, illetve a kijelölt ágazatok és az egyetemi akadémiai kutatás közötti kapcsolatot teremtsék meg. Az egyik fontos helyszíne lesz ennek a hálózatnak Pécs. Erről már kormánydöntés is született. Több területen lesznek kutatások, fejlesztések a Baranyai Tudományos Parkban. Van egy jelentős egészségügyi aspektusa. Természetesen erősen támaszkodni kívánunk a környezetünkben megvalósuló Paks 2 beruházás kerítésen kívüli aspektusainak a megvalósítására. Ez csak 2 terület abból a 6-ból, amit már meghatározott az egyetem a kutatóközpont tervében. A működésben fontos szerepet kaphat a légi közlekedés, ami ma még csak terhet jelent az önkormányzatnak. Sajnos minden idáig ugye a repülőtér abban merült ki, hogy tényleg a városi pénzekből, önkormányzati forrásokból lett ennek a fenntartása, jó pár millió forintból éves szinten meghatározva, de nem tudunk kitörni ebből a teljesen periférikus és regionális, nem sem mondható szerepből, amit a repülőtér betölt. Az egyetem és a térség gazdasági jövője múlhat ezen a beruházáson, hangzott el a találkozón. A magyar hallgató létszám 9. éve csökken, szerencsére, főleg az orvosképzésnek köszönhetően a külföldi hallgatói érdeklődés ma még masszív, de ez sem biztos, hogy megfelelő szinten tudjuk tartani, hogy a versenyképességben, üzenetekben, kisugárzásban, stratégiai gondolkodásban nem változtatunk. Ehhez kell az egyetem, a város, a megye összefogása, hogy beinduljon a gazdaság fejlődése például a tudományos és innovációs parkon keresztül. A pécsi kutatásfejlesztési beruházás tervei a következő hónapokban kerülnek a kormány elé. Erről is hallhattak az egyetem és az intézmény kutatási fejlesztési eredményeinek hasznosításában érdekelt cégek találkozóján a Pécsi Akadémiai Székházban szerdán. És végül nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Haderőfejlesztés több ezer milliárd forintból. A Zrínyi 2026 programról beszélt a honvédelmi miniszter Szekszárdon. Vállalkozói workshop Bonyhádon. Gyakornoki programmal segítenék a kisebb cégeket. Nyárra elkészül. Bátaszék egyik legforgalmasabb utcáját újítja fel. Vadak és emberek. Egyre közelebb merészkednek a vaddisznók és az űzek.
Pénteken barátságosabb időre készülhetünk. Nagyrészt napos időre van kilátás, csak elvétve várható futózápor. Ismét emelkedik a hőmérséklet. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. Viszontlátásra!